amit a legnehezebb elkészíteni ezek közül, hát körülbelül a ló. Az állatfigurákkal még egy kicsit hadilában állok. Tamaskovics Gáborné mutatja kameránknak az első kiállításra készített babáit, melyekre azóta is büszke. Az első kiállítás óta az elmúlt 9 évben az ország számos helyén bemutatta már alkotásait. Jelenleg a Nyíregyházi Városmajori Művelődési Házban azokat a csuhé babáit is megtekintheti a közönség, amelyeket Arany János és Petőfi Sándor versei inspiráltak. 2011-ben indult ez nekem. Elkísértem a lányomat a barátnőjéhez, és ott a nagymama és az anyuka éppen csuhé angyalkát készített, aztán ott maradtam én is egy kicsit megpróbálni, hogy milyen lehet ezt elkészíteni, és innen indult az egész, hogy én azt az egyszem kis angyalkát, ami kb. Így nézett ki, bevittem az iskolába másnap, és ott azt mondták nekem, hogy hát ha tudsz angyalkát, akkor csinálj egy betlehemet. És én mondtam, hogy de hát én betlehemet nem tudok készíteni, hát én csak angyalkát tudok, azoknak meg se kezük, se lábuk. És innen indult a történet, aztán 2 év múlva már odáig jutottam, hogy a Jós András Múzeumban Mesterkezek című kiállításon az én mesterembereimet is beválogatták. A Velszibárdok című alkotásnak különös története van. A csuhé baba készítő elmesélte, hogy azt a Dunapalotában is bemutatták Arany János születésének 200. évfordulóján, majd nagy szalontára szállították a többi kiállított tárgyal együtt, és véletlenül ott felejtették. Nem akarta visszakérni, ezért a művész inkább elkészítette saját művének másolatát. De nem csak Arany és Petőfi versek alapján dolgozik. Ezt a padlásteres házat, amelyben az anya épp tereget, például József Attila Mama című verse ihlette. Tamaskovics Gáborné azt mondja, a csuhé baba készítés bonyolultabb technikáit egy tímáron élő asszonytól tanulta meg, akit szintén a véletlen sodort az útjába. Teljesen véletlenül Tokajban találkoztam egy boltban a nénivel, aki éppen mutatta, hogy ezeket a babákat ő készíti. És én akkor megkérdeztem tőle, hogy mehetnék-e hozzá tanulni. Szabó Bélánénak hívják, Marcsinak, és Tímáról lakik, és ő megengedte nekem, hogy mehetek hozzá tanulni. És ott először lánybabákat készítettünk együtt, majd később egy másik alkalommal a fiúbaba készítésére is megtanított, mert azt rácsodálkoztam nála egy ilyen íjász fiúra, aki nadrágban és csizmában állt. Hát rettenetesen lenyűgözött, hogy ez milyen szép, és azt én mindenképpen meg szerettem volna tanulni. A mesterség elsajátítása olyan jól sikerült, hogy Tamaskovics Gáborné betlehemes csuhé babái 2019-ben egészen a Vatikánig eljutottak, ahol a 100 jászol a Vatikánban című kiállítás része lehetett. Azt a kiállítást mintegy 71 ezeren tekintették meg. A mostani Városmajori Művelődési Házban nyílt tárlat október végéig tekinthető meg. A kiállítással és annak kulisszatitkaival bővebben a Weekend című műsorunkban is foglalkozunk.